Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás december 18-áig. A szerelmi élet területén lesz mozgás, előre mennek a dolgok. Itt meg lesz a biztonság érzete, ahol le tudsz horgonyozni, le tudsz gyökerezni. Itt a kutya utal a hűségre. A munkát illetően lesznek fontos döntések, hiszen a horgony jelenti a munkát, a hivatást, egy vonalban van az utakkal és a pénzügyi dolgokkal. Itt kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek. Itt voltak ugyan még nehézségek, kiadások, számlák, itt látható a hamisság is, de ez elmúlik, hiszen itt vannak az egerek. És a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltüntetik a problémákat és a hamisságokat. Persze, az egerek eltünthetik ezt a levelet is, amikor vársz egy hírre, és az még nem jön. De légy kicsit türelmes, hiszen útban van hozzád, ez lehet egy szerelmes levél is. Itt látható a lelki társad, vagy a férfiak, ő ez irányba tekint. Elvágja ezzel a kaszával a hamisságokat, a problémákat, rendezi a dolgait, itt kitisztul valami. Itt a kártyák utalnak az ő gondolataira, itt az anyukájáról van szó, a barátairól van szó, a tudásról, a tanulásról, vagy hivatalos dolgokról, egy bírósági ügyről, azon kívül megjelenik az otthona, ami gyakran utal a szülői házra, a rokonokra is. Itt lesz szerencse nála is, és nálad is, hiszen megjelenik itt a négy levelű lóhere, ami szerencsét hoz. Kihat a hűségre, kihat a barátokra, kihat az érzelmekre, kihat a családra, az otthonra, kihat a hivatalos dolgokra. Itt a fa jelent egészségügyi témákat is, tehát itt lesz gyógyító erő, vagy tudás, tanulás. Hiszen itt megjelenik egy vonalban ez a könyv, ez utalhat az ő hivatására, hogy orvos például, vagy utalhat arra is, hogy ő még szeretne tanulni valamit. Persze a könyv néha jelenti a zárkózottságot, de ez elmúlik, hiszen a kasza elvágja ezt a könyvet, szimbolikusan eltávolítja a zárkózottságot, és itt kitisztul valami. Ez a kereszt kihat rátok, hiszen a sors utatok kereszteződik, lesz találkozás, mivel itt megjelenik az otthon, ez lehet egy látogatás, vagy egy meghívás, hogy te látogatod őt meg, amit a kereszt még jelent, ugyanúgy, mint itt az utak, a döntések, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba. És itt vannak a lehetőségek, hiszen kinyílik ez a kapu, ami a szerelmet illeti, ami az utazásokat illeti, ami a munkát és a hivatást illeti. Sőt, kihat az anyagi helyzetre is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!